Akkor most DVTK-zunk egy jó nagyot. A mai nap 14 órára hirdette meg a diósgyőri vasgyár testgyakorló köre, hogy bemutatja az új vezetőedzőjét. Kíváncsian várjuk azt, hogy egy ilyen nagy formátumú klubnál mik a célok, mik az elvárások, illetve az újságírói kérdéseket, és kíváncsian várom, mit kérdeztek meg a új edzőtől. Hát nézzük. Bele fogok néha tekerni, mert ugye nem akarom az egészet végig hallgatni. Gyors, a dvtk.eu főszerkesztője lesz majd a segítségünkre, és én mindenkitől szeretnék egy-egy rövid kérdést feltenni. Először dr. Magyar Mátyáshoz fordulok. 2 hét telt el, amióta új vezetőedzőt, megbízott vezetőedzőt neveztünk ki először, most pedig ugye egy új vezetőedzőt. Sűrű volt ez a hét, gyakorlatilag felrobbantottuk a komplett magyar sportsajtót. Hogyan élte meg a klub ezt a 2 hetet? Azt gondolom, hogy minden klubnak az életében eljöhet az a pillanat, amikor egy váratlan eseményre gyorsan kell reagálni. Hát itt a DVT-ken elég sűrűn elő szokott ez fordulni edzőügyben. És ez a DVTK esetében is bekövetkezett. Ez valóban 2 hete volt, két hete plusz egy napja történt egy esemény, amit klubszinten nekünk, vagy amire klubszinten reagálnunk kellett, és véleményünk szerint semmilyen európai klub nem engedheti meg azt magának, hogy bizonyos dolgokat ne reagáljon, és megengedjen a dolgozói számára, legyen az akár egy vezetőedző. Valóban egy nagyon intenzív 2 hét következett, illetve a... Most mire gondol, hogy kicsit őszinte volt? Túl őszinte volt? Vagy ezt nem lehet megengedni? A 2 hétnek az elején ugye megtalálni azt az embert, aki beugrik a vezetőedzőnek a helyére, és ebben Simó Miklós, az akadémia szakmai vezetője volt segítségünkre, akinek ezúton is szeretném megköszönni a segítségét, ugyanis egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben gyakorlatilag tényleg egyik pillanatról a másikra kellett beugrani ebbe a pozícióba, és azt gondolom, hogy a helyzethez képest nagyon-nagyon jól kezelte ezt. Én a nevét a Radenkovics úrnak nem ezzel a kis farkincás C-vel írtam, de hát tudom, C-vel van írva, magyar fonetika szerint ennyi. Dr. Bajusz Andrét szeretném megkérni arra, hogy mutassa be nekünk az új vezetőedzőt. Miért ráesett a választás? Vládot. Most nagyon fontos, ez az egyik legfontosabb, hogy hogyan választanak ki egy edzőt egy országos formátumú klubnál. Tehát az én olvasatomban ez úgy működne, hogy beadnak pályázatokat, és amelyik a legközelebb áll ahhoz a filozófiához, ami egy klubnál működik, ha működik, akkor azok közül el lehet dönteni. De ezzel csak az egy baj van, hogy ehhez a vezetőségnek, a tulajdonosi körnek, a szakmai stábnak tudnia kell, hogy van ilyen, hogy létezik ilyen, vagy ő maguk alakították ki, vagy maga a tradíció hozta magával, hogy létező játékstílus, illetve úgymond klubfilozófia, ami én szerintem volna a Diósgyőrnél, de hát hallgassuk meg, hogy nekik milyen szempontok alapján született meg ez a döntésük. Valójában már azért követtük, mert tudtuk, hogy dolgozott 2014-ben itt Diósgyőrben, és a csapatnak egy sikeres időszakában. Vezetőktől is hallottam, hogy mennyire meg voltak vele elégedve, és amikor begyűjtöttük a menedzserektől, meg különböző emberektől az önéletrajzokat, akkor nekem elsőre az volt, hogy egyetemet végzett vezetőedző, aki európai topkluboknál is már megjelent edzőként. Nagyon nagy. A Belgrádra gondolsz? Tapasztalattal rendelkezik, és ami nekünk fontos, mivel van akadémiánk, ezért azt is vizsgáltuk, hogy a fiatalokkal dolgozott-e, mennyit dolgozott, hol dolgozott, és a Szerb Labdarúgó Szövetségnél azért több U17-es, U19-es korosztálynál is együttműködött. Köszönöm szépen, lesz még lehetőség majd kérdezni természetesen. Ez az erővel Simon Miklós is maradhatott volna, hiszen ő is dolgozik akadémián, ráadásul háznál van. Jó. Tudtájékoztató részvevőit mindenkinek.
Viszont én most már az új vezetőedzőnkhöz fordulok, Kocsis Norbertnek, tehát köszönjük a fordítást, és természetesen, még el nem felejtem, köszöntünk mindenkit, aki élőben követi ezt a mai sajtótájékoztatót az interneten keresztül. Jó napot kívánok! 9 éve találkoztunk utoljára, akkor Szivis Tomislav másodedzőjeként dolgoztál Diósgyőrben. Hogyan, milyen érzésekkel érkeztél, illetve arra kérnélek, hogy röviden meséld el nekünk, hogy hogyan telt számodra ez az elmúlt 9 esztendő. Itt most bele fogok tekerni, mert nem akarom az angolját hallgatni. Emlékekkel is tért vissza, felidézte magában azt, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt. 10 év ugyan sok idő, de nagyon jó emlékeket vitt magával, Szivics Tomislav stábtagjaként, és úgy érzi... Az a kópörgetést? Visszatekintve erre az időszakra, hogy a DVTK 114 éves történetének egyik legjobb korszaka volt ez, amikor a Magyar Kupa döntőt játszott a csapat, a Liga kupát megnyerte, valamint az Európa Ligában 3 kört ment a selejtezőben. Az elmúlt 10 évben azt gondolja, hogy rengeteg minden történt, mint hogyha egy új klubba érkezett volna, hogyha körbenéz itt, akkor új létesítményeket talál, és magát új klubot látott itt, mint hogyha valami speciális dolog történt volna. Elég, hogyha csak arra gondol, hogy mi van a DVTK Medicalben, milyen pályákat és milyen stadion talál itt. Hát igen, ez a rendszeresen visszatérő olyan a mantra, amit egyszerűen a klubok is, meg maga az MLS is saját magának szeretne dicsőségként megszerezni, holott ez az államnak köszönhető, hogy beleinvestált pénzeket az utánpótlásba, hogy csak dolgozni kelljen, ne kelljen a külső körülményekkel dolgozni, de hallgassuk tovább. És leginkább azt tudja mondani erre, hogy látja a klub mennyit fejlődött, ő is egy lépés minimum előre szeretne tenni, de akár többről is lehet szó. És akkor a kérdés második fele úgy hangzott, hogy mi történt vele az elmúlt 10 évben. Azt emelte ki, hogy olyan kluboknál dolgozott, ahol nyomáskényszer volt, eredménykényszer alatt játszott, nyomás alatt játszott mindig a csapat. Példaként említi a Slovan Bratislavát, amelyik bajnoki címet nyert. Csodálatos. A lehető legjobb példa Magyarországon. A Crvena Zvezdát, amelyik Szerbiában bajnoki címet és kupát nyert, vagy a Maccabi Tel Avivot, ahol nagyszerű játékosokkal dolgozhatott együtt. Mint európai viszont klub. Ezeken a helyeken többnyire másod edzőként dolgozott, és most pedig Diósgyőrbe vezető edzőként érkezett. Itt az idő arra, hogy valami újat csináljon, és valami újat próbáljon ki, és eredményt érjen el. Nagyon szépen köszönöm. Kellett volna egy felest inni, és akkor nem izgulna ennyire. De jó. Előtt átengedném a lehetőséget az újságíróknak, még egyszer Bajusz Endréhez fordulnék, nem csak Valentin nap van ma, hanem... De bunkó vagyok, azt hittem ő a Bajusz Endre. Az átigazolási időszak utolsó napja is, úgyhogy arra kérnélek, hogy mondd el nekünk, hogyan telik majd ez a mai nap a DVTK számára. Van-e valami, amiről esetleg már be tudunk számolni? Igen, mai napon még lesz egy átigazolás. Szabó Leventét fogjuk a Videotontól kölcsönvenni, úgyhogy Levente nálunk fogja folytatni a pályafutását. Köszönöm szépen, és gratulálok. Végül, ami engem illet, dr. Magyar Mátyáshoz szeretnék még egyszer fordulni. Szurkolók biztos fognak neki örülni. Változásoknak köszönhetően változik-e bármi, amit a szezon előtt előzetesen kitűztünk, megfogalmaztunk? A DVTK céljai változatlanok, vagy pedig új célokért küzdünk? A célok változatlanok maradtak, nyilván minden ehhez lett hozzárendelve, de azt az építőjellegű munkát, amit korábban terveztünk, azt az új vezetőedzővel szeretnénk megvalósítani. Köszönöm szépen, van-e kérdés esetleg? Ezt azért ki kellene fejte építő munka. Jó napot kívánok, Vajda Györgyek, a Nemzeti Sporttól. Igazából megelőztél Mátyástól, és ezt kérdeztem volna, hogy azok a célok, amik megfogalmazottak még az előző vezetőedző idején, azok maradtak. Akkor ezt jól értettem, ez nem változik. Úgyhogy akkor ezt nem is kérdem. Endrétől kérdem, hogy az új vezetőedző személyében közeli játszott-e az érzelmi állapotodat, te is Vajdaságból származol? Volt ennek közel egyáltalán? Ez nem befolyásolta a választást. Hát a
Ha befolyásolta volna, akkor pont nem lenne. Mi egy nyitott fiatal edzőt próbáltunk keresni, aki tapasztalattal rendelkezik, és még egyszer így kihangsúlyozom. Komoly tapasztalatokkal rendelkezik a segédedzőség során, és tényleg nem akarok negatívkodni, de oké. Tapasztalat edzőt kellett volna, de akkor első osztályi tapasztalattal kellene, hogy rendelkezzen. Nem, hogy jó kapcsolatban tud majd kerülni az akadémiával, együtt tud dolgozni az ottani edzőkkel, vezetőedzőkkel, és így tudjuk az építkezést megvalósítani, amit elkezdtünk. Köszönöm, és ha nem haragszol a kollégák, hogy végigmegyek. Még egy kérdésem lenne, én ha jól számoltam, a fiatal percek tekintetében kezdtek jobban állni, ugye? Így van. Akár elérhető is a cél. Igen. A 20 forduló után 9000 pontot kellett összegyűjteni a csapatoknak, mi 7000 pont fölött vagyunk. Tehát az utolsó három mérkőzésen tehát nagyon nagyot ugrottunk a táblázatban. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy 2-3 mérkőzésen, hogyha így sikerül a fiatalokat játszatni, akkor be is hozzuk az átlagot, és megvalósítható cél. Sikerült is elbukni mind a hármat, ha már itt tartunk. De hát biztos ez volt a cél. Már hogy a fiatal percek meg legyenek. Csak, bocsánat, Mátyás, csak visszafordulok, de ön azt mondta, hogy valóban rendkívüli helyzetben a Miklós beszállásával és köszönettel tartolak. Én szakmailag azt mondom, hogy azért három meccsben... Szakmailag? Akkor miért nem önül az edzői padon? Egyet sem nyert a csapat. Egy döntetlen és két vereség. Azért nem gondolja azt, hogy egy picit hazátíroztak egy picit azzal, hogy... És 7. helyen volt, és most 8. helyen áll. Nem biztos, hogy a hazárd... Nem, hazárdírozás, nem, mert a matek az megvan. A játék az meg a kutyát nem érdekli. Dírozás a jó szó. Volt egy helyzet, egyébként lehet rá használni, volt egy helyzet, amire nekünk gyorsan kellett reagálni, és ezt a döntést hoztuk. Tudtuk, hogy nem ez lesz a végleges megoldás számunkra, és ezért a fő feladat az volt, hogy minél hamarabb megtaláljuk a végleges vezetőedzői posztot. Nyilvánvaló, hogy a három mérkőzés nyeretlensége az számunkra sem egy pozitív dolog, de egyik mérkőzés sem egy olyan mérkőzés volt, ahol alárendelt szerepet játszottunk volna. Csak igen, tehát itt kezdődnek a problémák, hogyha ezt a dolgot, hogy a három mérkőzés nem sikerült behúzni, úgy is lehet értékelni, hogy nem voltak alárendelt szerepben, de csak nem szereztek pontokat, illetve csak egyet. Hogyha úgy magyarázok, akkor pedig most nem tudom, hogy mik a szempontok. Tehát tök mindegy, hogy célfutballal csak legyenek meg a pontok, vagy nem játszanak alárendelt szerepet. Tehát megint ez a gumi, ha akarom ezt mondom, ha akarom azt mondom, ha akarom ezt értelmezem belőle, ha akarom azt értelmezem belőle. Hogyha egy rosszat akarok egy edzőre mondani, mondjuk az előzőre, akkor azt mondom, hogy hát nem sikerült pontokat szerezni. Ha jól szeretnék belőle kijönni, jó színben szeretném feltüntetni az edzőt, akkor meg azt mondom, hogy hát pontot ugyan nem szereztünk, de nem ez volt a lényeg, hanem nem játszottunk alárendelt szerepet. Tehát... Talán a szerencsét nem is említem, kis szerencsével lehetett volna máshogy, hogyha az utolsó mérkőzés előtt plusz egy pihenőnapunk van, nekünk is akkor lehetett volna máshogy, de ugye, hogy... Erre szokták mondani a Fradinál, hogy kifogásgenerátor. Bármikor mondunk ilyet, akkor ez kifogásgenerátor rögtön. Ne feltételes módon beszélünk. Alapvetően tudtuk, hogy a döntésünk rizikós, mégis be kellett vállalni, illetve felvállaltuk pont azért, mert bizonyos értékrendben gondolkozunk, és ami azon túl, hogy ezt nem fogadjuk. Hogy tetszett mondani? Értékrendben? Akkor jó, hallottam. Várja, visszatekerem, hogy biztos legyek benne. Tudtuk, hogy nem ez lesz a végleges megoldás számunkra, és ezért a fő feladat az volt, hogy minél hamarabb megtaláljuk a végleges vezetőedzői posztot. Nyilvánvaló, hogy a három mérkőzés nyeretlensége az számunkra sem egy pozitív dolog, de egyik mérkőzés sem egy olyan mérkőzés volt, ahol alárendelt szerepet játszottunk volna.
Talán a, de talán a szerencsét nem is említem, kis szerencsével lehetett volna más, hogy hogyha az utolsó mérkőzés előtt plusz egy pihenőnapunk van, nekünk is akkor lehetett volna máshogy, de ugye, ahogy ne feltételes módon beszélünk, alapvetően tudtuk, hogy a döntésünk rizikós, mégis be kellett vállalni, illetve felvállaltuk pont azért, mert bizonyos értékrendben gondolkozunk, és... Akkor jó hallottam. Jó van. Jó, hát van ilyen. Ami azon túl, hogy ezt nem fogadjuk el. Sok sikert kíván a Nemzeti Sport az új vezetőedzőnek, és azt kérdezném, hogy mikor került kapcsolatba a régi volt klubjával, tehát a DVTK-val. Egyébként maga a vezető ez egy tök normális, jó kisugárzású, elég jó indulatúnak tűnő fickó, tehát nincsen vele semmi bajom, csak vele aztán tényleg semmi bajom nincsen, váltsa be azt, amit ígért, csak kicsit fura a választás. És akár még a mostaniaknál is fiatalabbakban is gondolkodik, azt nem tartja elképzelhetetlennek, hogy akár U19-es, U18-as játékosok is pályára lépjenek, akik így akár fel tudják hívni a figyelmüket. Ezzel kapcsolatban lesz majd egy kis monológom a végén, hogy miért elhibázott ez a döntés, de nem a fiatalok játszhatása, na mindegy, majd mondom. A válogatott vezetőinek. Fel tudják magukra hívni a figyelmet a válogatottak vezetőitől is. És nincs más hátra, dolgozni kell mostantól. Mi eddig nem volt ilyen? Csak kérdezem. Jó napot kívánok az uraknak. De megengedett tőled kérdeznék gyorsan kettőt, mert nagyon érdekelne, hogy az idő rövidsége mellett is gondolom próbáltatok minél alaposabb munkát végezni. Milyen szakmai vagy emberi profil miatt döntöttetek a vezetőedző mellett? Részben már elhangzott, hogy a fő sarokpontok az előbb. Igen, fiatal szakember. Elhangzottak sarokpontok? Volt ilyen? Fiatalokkal játszom, modern labdarúgásra nyitott legyen, azért ne legyen hosszú időszak, ami kimaradt volna karrierjéből, folyamatosan csapatnál dolgozzon. És ami még fontos volt, hogy különböző nemzeteknél volt, tehát egyre több mindent tudott magában. Hú, ez így nekem nagyon adhoknak tűnik. Tehát, hogyha egy edzőt akarok választani egy ilyen nagymúltú klubhoz, akkor én azt gondolnám, hogy van egy olyan stílus, van egy olyan klubkarakter, amihez illeszkedő ember tudok választani. De tehát ilyen nem nagyon hangzott el idáig. De lehet, hogy elhangzott, csak nem figyeltem oda, vagy ha van ilyen, akkor azt hát pont a vezetők nincsenek ezzel tisztában, hanem Isten igazából a szurkolók. Tehát az, hogy nagy tapasztalattal már eleve, tehát akkor ezt nem kellett volna mondani, mert ugye a nincsen nagy tapasztalata. Utánpótlásokban másodedzőként van tapasztalata, amiben biztos vagyok benne, hogy itthon is találtak volna, bár én is nagy ellenzője vagyok az edzőkeringőből választottnak, de ezzel az erővel választhattak volna egy fiatal magyar szakembert is. Ja, választottak, csak azt elküldték. Mondjuk ő igen, hát nem volt túl magyar, meg voltak elvárásai. Beszélni, és ezeket ő szereti így összerakni a fejében, ez hangzott el a megbeszéléseken. Úgyhogy én azt gondolom, és úgy is gondoljuk itt közösen a vezetőséggel, hogy egy nagyon nagy tapasztalattal bíró fiatal edzőt tudtunk idehozni. És valamiféle változást szeretnétek a szakmai munkában, vagy egyszerűen arra kialakult helyzetre kellett most reagálni? Ahogy a tulajdonos úr is elmondta, elindult egy építkezés a klubnál, és mi ezt a építkezést szeretnénk folytatni, és ezt vele tudjuk most így megvalósítani. Mátyás, megengedő öntel is kérdeznék, mégpedig arra lennék kíváncsi, hogy a szezon végéig, vagy esetleg nagyobb bizalmat kapva hosszabb távra gondolkodnak a... Na miért izgul így mindenki, amikor kérdezni kell? Hát miért nem dobtatok be egy felest? Hát úgy remeg a hangja, mint az állat. A vezetőedzőben. De ezért sem szerettünk volna elhamarkodott döntést hozni rögtön az edzőcserénért, ezért kellett a megbízott edzőnek egy rövid időszak.
hogy egy olyan embert, egy olyan szakembert találjunk, akivel hosszabb távra is el tudjuk képzelni a közösséget. Hosszabb távra. Hosszabb táv is Diós Győr. Oké. Okay. Munkát, úgyhogy abszolút hosszabb távra tervezünk vele. És még egy kérdés, mert ha már tudunk találkozni, akkor kihasználom ezt a lehetőséget, hogy ami nem feltétlenül most a vezetőedző személynek szól, csak inkább ilyen tapasztalati szinten, hogy ez az elmúlt időszak, amit most kezelnie kellett a klubnak, mire hívta fel elsősorban a figyelmet? Ez egy nagyon jó kérdés. Hát én csak személyes dolgot tudok ebből levonni. Alapvetően bizonyos jelek, ha arra kenyörödünk vissza, hogy mi vezetett a váltáshoz, vagy az együttműködés megszüntetéséhez, akkor nyilván voltak már erre utaló jelek korábban is. Itt egész egyszerűen bíztam a józan érzbe, meg türelemmel voltunk, de egész egyszerűen eljött egy olyan pont, ahol ennek a türelemnek volt egy határa. És hozzáteszem azt, hogy nagyon sokszor elhangzott, hogy Vlada fiatalokat preferáló edző, de a váltásra abszolút nem ezért volt szükség. Tehát ugye megjelent az, hogy a fiatal szabály nem tartása vagy betartása. Fiatal ajánlás. Vezetett a váltáshoz, ennek semmi köze nem volt hozzá. Tehát gyakorlatilag a... Semmi köze nem volt hozzá, persze. Semmi köze nem volt hozzá, csak hogyha nem játszhatja a fiatalokat, akkor vissza kell adni a 170 milliót. Hát tulajdonképpen csak ennyi. De egyébként semmi köze nem volt hozzá. Az, hogy ezt tartani kell, ez egy alap dolog volt kezdetől fogva. És nem is költségvetés, nem is elszámolási kérdés volt, ez sokkal inkább egy etikai kérdés. Tehát igen, tehát most tulajdonképpen azt megértem, hogyha egy munkáltató nincsen megelégedve az alkalmazottjával, és az a nyilvánosság felé rossz fényt vet a saját munkaadójára, csak hát ugye itt tulajdonképpen az ő bőrére ment ki a játék, hiszen tőle várták a teljesítményt, őt kérdezték, és amikor nem jött a teljesítmény, akkor elmondta, hogy hát ez nem egészen úgy van. Tehát nincsenek meg azok a feltételek, amivel egyáltalán meg lehet tartani azt a célt, ha egyáltalán volt felé megfogalmazott cél. Hát ebben sem vagyok teljesen biztos. Hogy hallottuk itt a szakmai igazgató urat, hát nem egy magabiztos nyilatkozat volt a részéről itt a sarokkövekről, vagy az edzőválasztása kapcsolatban. Itt egyszerűen arról van szó, valaki ismerte ezt az urat, és kinevezték, de egyébként semmilyen szakmai döntés nem született ezügyben. Hát ez azért van tulajdonképpen, mert nincsenek lefektetve a pontos elvárások, mert akkor meg kellene fogalmazni az elvárásokat, és akkor azt számon is lehetne kérni. Köszönöm szépen a választ, és Endre, bocsáss meg kérlek, mert az előbb még elfelejtettem tőled megkérdezni, és nem húzom az időt, csak hogy az előbb bejelentett átigazolással végleges a keret, vagy esetleg a vezetőedző is. Jó, egy picit arrébb lépek. Visekőzések után jönnek a lényegi dolgok, csak hogy vezetőedzőként kezdi majd meg itt a munkát. Ez a nagyon... elismerésre méltó eddigi pályafutásban is egy különleges szituáció. Milyen érzésekkel, hogy milyen tervekkel indul neki most ennek az új munkának? Beletekerek egy kicsit. Volt Viken ismeri, azt megint korábban elmondta, ez volt. Ismeri, azt megint korábban elmondta, az Újpest mérkőzés kifejezetten nézte is ebből a szempontból, és azt tapasztalta, és nyilvánvalóan ez egy távoli lát, mert nem volt itt a stadionban, egészen más helyszínen látni egy mérkőzés, mint televízión keresztül, de azt mondja, hogy a több önbizalomra van szükség, meg kell mutatni a játékosoknak azt, hogy milyen minőség van bennük, és több szenvedéllyel kell játszani, és több győzni akarással. Ugyanakkor azt szeretné, és azt is elvárja a játékosoktól, hogy élvezzék a labdarúgást. Oké, okay, bullshit. A kapcsolatban az is, hogy miért nem a fiatal szabályról van szó, vagy nem a fiatal szabályról van szó, de maga a konkrét az nem, hogy mi volt az utolsó csepp a pohárba, azt tulajdonos úr említette, hogy ez egy folyamat eredménye volt.
de ez mondjuk ez a két héttel ezelőtt. Ez nem csak én akarok ezzel. A szurkoló képviselővel való találkozáson történt olyan dolog, ami miatt... Ezzel foglalkozni, itt az elválás körülményeiben valószínű, hogy Miskolcon a helyiek sincsenek ezzel teljesen tisztában, tehát ott nem tűnik ez tisztának ez a dolog. Tehát ez a pohár a Szergej Kuznyacov kapcsán, vagy akkor mi volt a legutolsó csepp a pohárba? Ez nem telt ez a pohár, hanem azt mondom, hogy voltak erre utaló jelek, de valóban ezen a találkozón hangzottak el olyan kijelentések, olyan állítások, amelyek nem hangozhattak volna el. Nagyon röviden ezt tudom válaszolni rá. Csak kellett volna konkrétum, hogy mi az, ami nem hangozhat el. Az, hogy nem olyan a büdzsé, amilyet felvázoltak neki? Vagy nem igazolhat játékost? Vagy mégiscsak kell az újakat játszat, vagy a fiatalokat játszatnia, többet kell játszatnia? Tehát akkor ezt az elején nem tárgyalták le? Tehát így ilyen, ez ilyen, közben jöttek olyan dolgok, amire rá akarták venni a Kuznyacovot, ő meg erre nem volt hajlandó, mert nem ezért írt alá. Tehát tök egyszerű. Tehát értem én az ő álláspontjukat is, a klubot is, hogy nem lehet így beszélni, vagy nem lehet ilyen dolgokat kimondani, de ez igazán kétélű fegyver, mert akkor az elejétől kezdve ezt kellett volna kommunikálni, és azt kellett volna neki mondani, ami a valós helyzet. Vagy el kellett volna mondani neki, hogy hát figyelj, Szergej, változtak a dolgok, egyszerűen nem tudjuk ezt tartani, biztos vagyok benne, nem hülye, a Szergej megértette volna, csak hát valószínű szembe lett állítva a tényekkel, és azt szerint kellett eljárnia úgy, hogy külön magyarázatot kapott volna. Ennél meg ő büszkébb, meg gondolom van egy edzői koncepciója, amilyen szerette volna tartani magát pont azért, mert elvárják tőle a teljesítményt. Köszönöm. Még egy ilyen kiegészítő kérdés, amit a kollégák feltettek, itt ugye elhangzott, hogy nem változnak a célok. Nem mindenkinek olyan szuper a memóriája, az enyém is ilyen kicsit kopuba van. Ez jó kérdés. Hogy mik is pontosan a célok. Tehát azt, mint hogyha úgy emlékeznék, hogy legutóbb Sánta Gergelytől olvastam volna valami ilyesmit, hogy a középmezőny eleje a cél már az NB1-es labdarúgó csapat tekintetében, akkor ezt kell tekintsük annak? Így van. Hogy... Így van, továbbra is ez a cél. Ha lehetséges, akkor idén is a nemzetközi kupát vagy bajnokságot érő helyezések elérése, de jövőre mindenképpen ez. Tehát effektíve idei cél az valóban a középmezőny élén végezni. Köszönöm. Ha szabad kérdeznem, akkor ezt... Na hát és ezt szerette volna ugye elérni a Szergej is. Most az jó, haladnak felé, mert már pont a nyolcadikok. Tehát a középmezőny, hát hogyha szigorúan nézzük, akkor már csak tényleg két hely a 12-es mezőnybe. De hát így nem lesz viszont nemzetközi szereplés. Nem akarok cinikus lenni, bocsánat. Márt Bajusz Endrétől tenném, mert biztosan ő tárgyalta le az új vezetőedzővel, hogy az is elhangzott, hogy tulajdonos úr mondta, hogy hosszú távra gondolkodnak benne. Mit jelent a hosszú táv? Tehát, hogy mondom, akkor az azt jelenti, hogy nem az idén végéig szól a szerződése Vladimir Radenkovicsnak, hanem mondjuk mennyit kell még hozzá gondoljunk? Hány évet? Egyet, kettőt, hármat, négyet? Több évet kell hozzá gondolni. Tényleg hosszú távon tervezünk. Most miért nem lehet elmondani azt, hogy mit tudom én, 2026 januárig, csak mondtam valamit. Most mi van ebben? Nem azt kérdezték, hogy mennyit kap? Az Istenit! Pont most veszem fel a reakció videót a Diós Győr edzőjével kapcsolatban. Stankovicsnak volt a se... Igen. Mindjárt visszahívlak, csak befejezem. Oké, ciao. És utána még benne van a lehetőség az opció abban is, hogy hosszabbítsunk, miután lejár a szerződés. Nem szeretnénk váltani. A stabilitás, a hosszú távú közös munka, az tud eredménye vinni itt a labdarúgásban. Köszönöm. Hát a szabad akkor még egy rövid kérdés, hogy igazából Simon Miklósba egy pillanatra se gondolkodtatok, mindig is idéglenes edzőt. No, tovább léptem. Coaches, they have own philosophy, but now... Vladóval. Szabad
akkor én Ladekovics úrtól is kérdeznék. Még pedig azt, hogy sajtótájékoztatót már kiszivárgott, hogy ugye visszatér, és akkor sokan kérdezték tőlem, akik írtak, hogy jó lesz nekünk? Mit lehet nekik mondani, hogy jó lesz? Tehát, hogy mik azok az erények, amikkel ő a klubnak a hasznára lesz, vagy lehet, amivel ezeket a lépéseket, ez a fejlődés útján, hogy a klubba tovább fejlesz, hogy ez segítségére lesz. Yes, thank you for this question. This is important to speak about that. Beleíthetek, mert megőrülök ettől az angoltól. Úgy tervezi, hogy egyénileg fog sok játékossal beszélgetni, hiszen így lehet megismerni őket, illetve az edzéseken a mérhető dolgokra szeretné helyezni a hangsúlyt elsősorban eleinte. Minden edzőnek megvan a saját filozófiája, de úgy érzi, hogy ebben az esetben neki nem a saját filozófiáját kell követni, hanem a klubban a közös filozófiát és a csapattal a közös filozófiát. Hát akkor most kötött egy most tett egy hűbéres esküt a klubnak, hogy mindenben alá fogja magát rendelni ennek, de sajnos nem a játék filozófiának, hanem a tulajdonos szeszélyének. Mert hogyha lenne egy olyan filozófia, ami működőképes, és nem csak bullshit generátorként azt ismételgetnék, hogy a fiatalokat fog játszani, saját nevelési játékosok, támadó foci, és a többi. Tehát semmi konkrétum nem hangzik el, azt mondja, amit akarnak hallani. És a tulajdonos felé pedig azt kommunikálja, hogy nem fog semmiben ellent mondani. Egy simulékony, tanult, normális ember egyébként, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a fajta karakterű ember megfelel Diós Győrbe. Egy kicsit több szenvedélyt szeretnék. Én, hogyha Diós Győr szurkolnék, akkor biztos, hogy több szenvedélyt várnék el az edzőmtől. Hiába a Stankovics mellett dolgozott, ő valószínűleg az ellenpárja volt a Zvezdánál, fene tudja. Biztos tudna mesélni, hogy Szerbiában hogyan működik ez a dolog. Kell kialakítani, és ez a filozófia ez mit jelent? Ő támadó focit preferálja, magas letámadásra is szeretné a fiatalokat is a pályára küldeni. Kit más? Következő gondolata az volt, hogy célokat kell felállítani a játékosok elé. Például minden edzésen versenymódjára kell az edzéseket is megtartani, mert csak így lehet a győzni akarást a játékosokba nevelni. Ezzel az erővel én is megtarthattam volna ezt a sajtótájékoztatót. Tehát minden videómban elmondom, illetve a Szabolcsal elmondjuk, hogy az igényt kell kialakítani magukban, a magyar labdarúgókban, hogy minden edzésen, minden mérkőzésen jobbak legyenek. Hát ez... Na, mindegy. Legközebb hívjatok meg, megtartom én. Felébe kerülök. És azt mondja, hogy ha a mérkőzéseken ki fogják adni a játékosok azt a 100%-ot, ami bennük van, akkor ő már boldog lesz. Hinni kell a játékosoknak a munkában, ez egy nagyon fontos dolog a siker érdekében, illetve ő maga részéről azt tette még hozzá, hogy őszintén kell beszélni a játékosokkal, nem elég az, hogy leülni velük, tartani egy előadást. Csak a vezetőséggel nem, mert akkor kirúgnak. Aztán összecsapni a tenyeret, hogy köszönjük szépen, elvégeztük a munkát, hanem meg kell hallgatni a játékosokat, hogyha nekik van valami javaslatuk, akkor azok azt el kell gondolni. Tehát a nyílt kommunikációnak a híve is ennek. Hát, hogyha nyílt kommunikáció híve, akkor nem túl sokáig lesz ott a Diós Győrnél. Alapján szeretné Diós Győri munkáját végezni. Hát, hogy még egy ezzel elég sok edző szokott csak birkózni ezzel a feladattal, amivel Ladenkovics úrnak is meg kellene birkóznia. Ugye itt sportigazgató úrtól hangzott el, hogy ez a fiatal percek tekintetében ugyan van előrelépés, és hogy próbáljuk magunkat utolérni, 7000 pontnál járunk a 9000-hez képest. Sok más klubnak az edzője is panaszkodott azzal, hogy nehéz ezt megoldani, hogy fiatalokat beállítani olyan játékosokkal szemben a csapatba, akiknek adott esetben most még jobb a teljesítményük, mert érettebbek, jobbak. Tehát, hogy készül egy ilyen rázós feladatra. No problem, I will tell you.
A nemzetközi tapasztalatok azt mondják, többek között a Salzburgnak a nevét említette, hogy minimum 3 darab fiatal játékos kell a keretbe, és velük meg lehet oldani ezt, hogy az elejétől a végéig legalább egy fiatalabb pályán legyen. Mellett Bocsát, itt tekergetek, csak megőrülök az angoljától. My friends of mine, you know, they are playing. If we are speaking, but on the pitch we are not doing, they will recognize. In that moment we must follow this way of working. Saját példát mond arra a kérdésre, amit felvetettél. Amikor Szerbiában a válogatott mellett dolgozott másodedzőként, akkor a szerb szövetségnek az elnökével beszélgettek erről, és tudni kell azt, hogy Magyarországgal ellentétben Szerbiában nem ajánlás van, nem támogatás van azért, ha valaki játszott fiatalokat, hanem szigorú szabály van arra, hogy kötelező egy U21-es játékossal kezdeni, a kezdő 11-ben, és egy játékosnak pályán kell lenni a lefújás pillanatában is, persze cserélni lehet. Ebből azt a következtetés vonta le, hogy nem elég egy darab fiatal játékosnak lenni a keretben, hiszen nem várhatjuk el tőlük, hogy minden egyes mérkőzés 90 percen keresztül végigjátszanak, hanem a nemzetközi tapasztalatok azt mondják, hogy többek között a Salzburgnak a nevét említette, hogy minimum 3 darab fiatal játékos kell a keretbe, és velük meg lehet oldani ezt, hogy az elejétől a végéig legalább egy fiatal a pályán legyen. És amikor azt mondom, hogy fiatal, akkor Magyarországon a támogatás az U21-es játékosokra vonatkozik, de ennél sokkal tovább ment, ő végig U21 és U19-es játékosokról beszél. Jó, most akkor álljunk itt meg, mert ugye beszéltünk arról, hogy feldolgoztam a Eszterházy Mátyásnak az előadását a fiatal szabálya kapcsolatban. Itt a környező országokban a legidősebb játékos átlag életkor nálunk van 26, nem tudom mennyi, de az a lényeg, hogy a környező országokban beleértve a délszláv országokat, a Felvidéket, Ausztriát, akár még idevéve Ukrajnát is, 3-szor annyi fiatal játszik, mint nálunk, mert főleg a délszláv országokban, ugye ezt is megbeszéltük, már erre voltak szakosodva. Magyarországon a kommunista sport felépítés olyan volt a szocialista rendszerben, hogy az olimpiai pontszerző sportágokra mentünk rá, a délszláv csapatok pedig a labdajátékokra. Hát ezért náluk van egy kialakult fiatal áramoltatási rendszer, ami már több mint 30 éve működik, tehát ahogy a rendszerváltás bekövetkezett, onnantól kezdve hivatalosan is tudtak eladni játékosokat, nekik addigra már volt egy rendszerük erre, és ez működik is. Tehát a délszláv országokban ők legalább egy 30 éves előnyt kialakítottak magukkal velünk szemben, és ebben mi próbálunk belemenni. Viszont megnéztem most a DVTK utánpótlása az MB3-ban, ugye a középmezőnynek az alján kullognak, az U19 pedig 6., tehát középmezőnyben vannak, nem túl sok korosztályos válogatottjuk van, és hát itt jön majd a felelőssége az utánpótlásnak, ami most egy regionális központ. Tehát nem tudom, működik-e például az ő scouting rendszerük, de nem vagyok benne biztos, hogy van 3 olyan utánpótláskorú játékos, akinek a profi szerződést adnak, és ők játszatva is lesznek, hogy ezt nem fogja megsínleni a csapat. Ez most nem azt mondom, hogy ne legyenek ilyen játékosok, hanem az eddigi elvesztegetett időt most kell, hogy megfizessék. Ezért alakulnak ki ezek az ellentétek, mert eddig, akik az utánpótlásban dolgoztak, azok, hát Isten igazából nem azt tették, ami a dolguk lenne. Nem termeltek utánpótláskorú játékosokat úgy a csapatok alá, hogy azt bármikor be lehessen vetni. Nem azt mondom, hogy teljes kész játékosokat kéne adniuk, de bizony annak a közelében kellene lenni, és nem kell annak kiváló képességűnek, vagy egy Szoboszlai Dominiknak lennie, csak az U19, de főleg az U21-ben ezeknek a játékosoknak már készen kell állni arra, hogy az NB1-be bevetésre kerülhetnek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nem megfelelő ott a munka, és nem csak ott, a legtöbb utánpótlás műhely ilyen, az elvesztegetett 10-12 évet nem arra használták ki, hogy játékosokat
próbáljanak meg integrálni a nagy csapat alá, hanem ment a lébecolás. Ez az igazság. Nem kell mellé beszélni. Nem kell edzőket felmentegetni, meg utánpótlás műhelyeket itt kimosni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy akik a legtöbb kárt okozták a magyar labdarúgásban, azok még csak nem is az edzőkeringőnek az edzői, hanem azok az utánpótlás műhelyek, ahova öntötték a vödör számra a pénzt, csak lyukas volt a vödör. Világító mezektől kezdve minden lett, csak éppen bevethető játékosok meg nem. Akik meg működőképessé tették a játékosoknak, tehát a játékosokat, azok nem az akadémiai rendszert használták a legfőképpen. Persze most ellenpontként lehet mondani a Sallai Rolandot, vagy a többieket, de azért nézzük már meg, hogy egy utánpótlás műhely, meg a 10-12 akadémia közül arányaiban mennyi játékosnak kellett volna kijönnie már, akik meghatározói, akár a válogatottnak is. Tehát ne beszéljünk arról, hogy 3 vagy 4 játékos már nem fog tudni annyit betenni, nem vagyok ellendrukkere, és mutassa meg, mert lehet, hogy csak egy mentális probléma van, amit ő szerbként meg tud oldani. De hát az olyan nagy számok, azok nem szoktak hazudni, ezt pont ő szokta használni, és ne hasonlítgassuk már össze a Red Bull Salzburggal, aminek annyi utánpót, annyi áramoltatási klubja van, meg olyan kapcsolatrendszere van, hogy elképesztő, a Barcelonáról meg ne is beszéljünk. Tehát itt egyelőre a DVTK-nak, mint regionális klubnak borzasztó nagy lehetőségei vannak, és nem nagyon használta ki. És ennek most isszák meg a levét. Ha ez nem lett volna, akkor a Kuznyecovot nem rúgják ki, mert akkor lett volna legalább 2 olyan játékos, akit bármikor be lehet vetni. Nem azt mondom, hogy 90 percekre, de nem okozott volna nekik gondot az, hogy a felnőtt mezőnyben megmutassa magát. És azt mondta még, hogy amennyiben van egy jó akadémia a klub hátterében, akkor igazából... Ha van. Igazából nem okozhat gondot az, hogy egy U19-es, U21-es játékos be tudjon állítani. Itt is rögtön megvannak ugye a saját fenekét is próbálja védeni azzal, mert hogyha azt mondja, hogy kérem, most vagy bennmaradunk az NB1-ben, és nem játszhatok U19-es, U21-es játékost, vagy esetleg az is benne van, hogy hoppá, hogy pottyanás van. Csak akkor meg a tulajdonos azt mondja, hogy hát a matek az nincs rendben. A csapatban. Ezzel ellenkező példát mondott Szlovákiából, Szerbiából és Izraelből, ahol a bajnokság tele van idős játékosok. Mégis az átlag életkor fiatalabb, mint nálunk. Tessék megnézni az Eszterházy Mátyás előadását, ott vannak a táblázatok, ők kikutatták, kikeresték az átlag életkorokat, de hogyha valakinek van egy kis ideje, akkor a Transfermarkton meg tudja nézni az átlag életkorokat, és akkor majd lehet fejet vakarni. És valóban ott gondot okoz a fiataloknak az, hogy rendszeres játék lehetőséget kapjanak, nem is feltétlenül érzik jól magukat ezekben a csapatokban. Úgyhogy mindenféleképpen támogatja az U19-es és mondom U21-es játékosoknak a szerepeltetését. Megvilágított egy másik nézőpontot is, méghozzá azt, hogy a DVTK-nak van egy akadémiája, ahol az akadémistáknak jövőképet kell adni. A fiatalok azt látják, hogy a barát... Amikor ott voltunk a Emődi Zolival, és még a Bence és Miki volt az akadémia vezetője, ezzel kezdte az előadását, hogy jövőt építünk. Ennek most már 4 vagy 5 éve. Azóta nem folyt ez a munka ott? Akkor mi folytott, hogyha nem ennek a jövőképnek az építése? Tehát ide kell jönnie egy szerb embernek, és ugyanazt elmondani, mint annak innen a Bence és Miki, vagy most mi? Vagy nem folyt semmi olyasmi, az is csak parasztvakítás volt. Ezt most nem csak a DVTK-ra érte, bocsátó, hanem egy unblock. Látjuk, a testvérük csapattársa bemutatkozott a DVTK első csapatában már 19 évesen, akkor ők is jobban fognak hajtani, keményebben dolgoznak az akadémia, mert látják maguk előtt a jövőt, hogy ők is bekerülhetnek az első csapatba. Ez meg kell, hogy mondjam, engem sért. Engem, mint magyar ember sért, hogy ide jön egy szerb, és azt hiszi, hogy itt ez, mi ennyire hülyék vagyunk, hogy ezt nem tudjuk. Tehát ezt csak ha tudjuk, akkor meg miért nem csináljuk? Tehát ide kell jönni, és alapfogalmakról beszél, mint hogyha ő tanítana meg bennünket labdarúgni. Tehát ez kifejezetten sértő a számomra. Of course, in if you want to promote their maximum quality. Az nem jelenti azt, hogy gyengébb is lenne. Egyénileg segíteni kell őket, sokat kell velük dolgozni, akár a konditeremben is,
és akkor ki lehet hozni belőlük is a maximumot. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez, én nem vagyok labdarúgó, de az alapfokom nekem is megvan. Ez engem kifejezetten sért, hogy, tehát, hogy ennyire hülyének néznek bennünket, hogy mi ezeket tényleg nem vagyunk tisztában. Az is hozzátartozik, ha meg tudjuk, akkor miért nem csináljuk. De ezek olyan alap dolgokról beszél, mint hogyha ide jönne és elmondaná, hogy hogy kell dekázni. Tehát ez engem kifejezetten sért. Ez. Jött a kérdés, és nem ők szakmai ember, de erről a fiatal szabályról két mondatot. Fiatal ajánlás. Mindenképpen érdemes szerintem beszélni. Ugye az MLS-nek is a célja az nem rövid távú, tehát nem az a cél, hogy bekerüljenek ezek a játékosok a csapatba, vagy betegyék őket a vezetőedzők a csapatba. Nem, az MLS-nek a célja az új Willy Orbánok és az új Colm Stajsok felkutatása. Elmondta a Barczi Róbert tisztán és világosan. Az, hogy bocsátó vannak, van itt egy utánpótlás, amire milliárdokat költöttünk, és tulajdonképpen egy-két tisztelet az egy-két nagyon kiváló kivételnek, hát nem nagyon hasít ez a szakmai rész. Nem, hogy beépítsék. És ez két nagyon-nagyon különböző fogalom. Az egyik egy problémát lát a fiatal játékos, a másik egy lehetőséget. És gyakorlatilag, hogyha ezek a játékosok... Nem problémát, Isten igazából, csak ti láttok benne, mert a pénz múlik rajta. Én megmondom őszintén ezt a demokrácia dolgot, itt a futballban megszüntetném, és ha akarunk valamit, akkor igenis rá kell kényszeríteni a csapatokat, és ne külön pénz legyen azért, hogy valaki fiatalokat játszhat, hanem legyen retorzió, hogyha nem játszhat. Tehát itt rögtön rá lenne kényszerítve mindenki, a Ferencváros is, igen, tudom, a Ferencváros is. Épülnek a csapatba, akkor 21 éves kor után nem lesznek mellőzve, hanem értékes tagja lesznek a csapatnak, a bajnokságnak, akár a nemzeti 11. Viszont aki nem alkalmas arra, hogy U21 fölött, tehát felnőttben, akkor az viszont nem kell foglalkozni ilyen profi szinten. Akkor azokat el kell tanácsolni egy alacsonyabb csapathoz, ott lehetne játszani, de a kiválasztás nem lehet demokratikus. Tehát, mert akkor nem tudsz irányt szabni. De hogyha csak kötelező feladatból vannak berakva, és a pontok miatt, akkor hosszú távon ennek a rendszernek nem lenne értelme. Talán most kezdik kapizsgálni az akadémiák, a klubok, hogy milyenek a leghatékonyabb. Most esett le? Tényleg most esett le mindenkinek? Hogy ezzel, hogy nem folyik olyan munka az utánpótlás műhelyekben, hogy kárt okozunk a klubnak? És most, tényleg most esett le mindenkinek? Legjobb módja, és azt gondolom, hogy nekünk is ezt az utat kell saját magunknak kijárni és kialakítani. Elnézést, nem akarok visszaélni a türelemmel, de olyan jó... De hogy már elnézést kérje te meg újságíróként, hogy mersz kérdezni. Kicsit szakmáznék, hogyha lehet, és igazán... Akkor egy edzői konferencián kéne megjelenni, nem itt, ha szakmázni akarsz. Alá szeretném támasztani azt, amit a vezetőedző úr mondott. Volt Magyarországon 1984-ben egy Európa-bajnokságot nyert ifjúsági válogatott. Abból a válogatottból hat játékos, tehetséges labdarúgót épített be a Ferencváros. Sorolt a Ház, Pintér, Keller, Zsivótki. A Ferencváros majdnem kiesett a bajnokságból. Egy idős játékos, Kerekes György mentette meg a csapatot. Azt támasztja el, amit mond, tehát kellenek. Nem félle, nem tartja attól, hogy ilyen hibába esnek. Gondolom nem, sejtem, hogy nem. De elnézést, csak ön indokválta ezt a kérdést, és egy picit inkább azt, hogy... A Vince Géza fiatalitási hullámra gondolom én, amikor tényleg a Ferencváros utánpótlása, tehát mindenki le lett cserélve, az túlságosan sok volt egyszerre. Tehát értem én a fiatalitást, csak hát azért az arany középutat meg kell találni, de az tény, hogy abból a csapatból azért lehetett volna, vagy lehetett is használni, vagy lettek is labdarúgók. Felelevenítettem ezt a régi történetet. We are speaking the same. I agree with you totally that you must make mix
and Most játékosról beszél, aki szerinte kell a keretben, de azt mondja, hogy ott a Salzburg példája, ahol öt fiatal is játszhat akár. De... Megint a Salzburg példája, ami baromira nem, az legalább 10 klubból tud hozni oda játékost magához. Mert ott van egy fölépített rendszer most már lassan 30 éve. Tehát ne hasonlítgassuk már az almát a körtével, bár úgy lenne, hogy a Salzburgnak a szintjén állna akár csak a Diósgyőr. De hát ez azért van, mert ők régebben kezdték, és lépésről lépésre haladtak, és eljutottak oda, hogy már nem 2-3, hanem majd 4, majd 5. És nagyon fontos kitételt tett itt a végén, az, hogy egy mindig fiatalokról beszélünk, de ő amikor azt mondja, hogy fiatal, akkor azt mondja, hogy fiatal, aki tehetséges, és akiben van potenciál. Tehát akkor önmagában az semmit nem ér, hanem minőségi fiatalok. Tehát, hogy érdem alapján lehessen bekerülni, nem csak azért, mert valaki fiatal. Ról beszél, akiket támogatni kell, és hogyha megkapják ezt a támogatást, akkor sokkal-sokkal magasabb szinten juthatnak el. Hogy csak annyit, hogy ezt szintén Radengovics úttól kérdezném, hogy, tehát, hogy 13 bajnoki van hátra, ha jól számolom az évadból, és ez 3 hónap alatt lemegy. Van még egy kupa meccs is, egy minimum, reméljük több is, hogy mivel lenne elégedett a mostani szezon végén, akár helyezésbe gondolkodva, vagy akár ezekben a lépések megtenni. Akarás beléjük plántálni. Kijelentette azt, hogy a klubnak mindene megvan ahhoz, hogy ebben a bajnokságban a középmezőnyben végezzen, és majd a későbbiekben, ahogy a tulajdonos úr is fogalmazott, akár magasabb régiókat is célba vegyem. Vezetőedzőként neki felelősséget kell vállalnia azért, ami történik Diósgyőrben. Ugyanakkor azt kimeri jelenteni, hogy minőségi játékosokkal rendelkezik a klub, ezért válaszolva a kérdésedre is azt mondja, hogy jobb helyezést szeretne elérni a bajnokság végén, mint ahol a DVTK jelen pillanatban áll. Na hát körülbelül eddig tartott az értékelhető kérdezfelelek, mert onnantól kezdve már tényleg csak lefújták az egészet. Hát nehéz így bármit mondani, mert Isten igazából a sajtótájékoztatón az hangzott el, amit mindenki hallani akart. Tehát idehoztak egy értelmiségi edzőt, akinek elméletileg van elképzelése a labdarúgásról, tehát valamilyen szintű kötődése, mondjuk azt egy 10 évvel ezelőtt volt itt edző, az biztos, hogy a Stankovics mellett dolgozott, tehát az valamilyen szintű minőséget is jelent, de amiket érvként használt, azokkal kapcsolatban azért vannak fenntartásaim, mert a szomszédos országokra hivatkozott, ahol fiatalabb az átlag életkor, hivatkozott a Red Bull Salzburgra, meg a délszláv országokra, amik óriási előnyben vannak a magyar utánpótlást tekintetében. A Red Bull már csak azért is, mert olyan szintű scouting rendszerrel, meg ilyen ernyőszervezetekkel rendelkezik, hogy azért tud játszatni akár még a csapatában 5 fiatal játékost, mert rengeteg klubban szerződése van, ahonnan le tudja halászni azokat, akik nemzetközi szinten valószínűleg számításba vehetők lesznek. A szerbekről, a délszláv országokról ne beszéljünk, ott pedig egy kialakított rendszer van, ami több évtizeddel jár a kiválasztási rendszer tekintetében, illetve a fiatalok beillesztése tekintetében a magyar utánpótláshoz szemben. Én megmondom őszintén, ha nem lenne sértő ez a kifejezés, akkor nem használnám azt, hogy parasztvakítás folyt ezen a sajtótájékoztatón, de semmi konkrétum nem hangzott el. Bemutattak egy végtelenül szimpatikus, biztos vagyok benne, hogy jó indulatú, jó szándékú edzőt, aki tulajdonképpen saját akarata nem nagyon van, hűségesküdtett itt majdnem szó szerint a vezetőség felé, tehát tulajdonképpen az lesz, amit a vezetőség akar. Én nem látok továbbra sem szakmai irányvonalat, persze el lehet mondani, fiatalokat akarunk játszatni, saját nevelést, támadó focit akarunk csinálni, önbizalmat kell adni, és bizony voltak a sajtótájékoztatónak olyan részei, amikor kifejezetten sértőnek éreztem, amiket mondott a szerb úriember, mert ezekkel az alapfogalmakkal azért a magyar sport tisztában van, és azért felhívnám a figyelmét az, hogy meglettek csapkodva a válogatottjaik. Tehát lehet, hogy a fiatal szabálynak megfelel most a Diósgyőr, de ez nem fogja garantálni a sikert. Nagyon-nagyon nehéz dolga van, és tényleg csak a legjobbakat kívánom neki, de ezekkel a kvalitásokkal, ami neki van, ezekkel a tapasztalatokkal
egy egészen nyugodtan maradhatott volna Sima Miklós is, vagy nem is beszélve a Máté Csabáról, akinek szerintem azért nem felelt meg a Diós Győr, mert az ő feltételeinek nem feleltek meg. Biztos vagyok benne, hogy nem lettek letisztázva a szakmai célok, és ezért ő felelősen azt a döntést hozta, hogy nem tudja elvállalni, mert nem akar olyan kéte szituációba kerülni, mint a Szergej Kuznyacov. Tehát én azt nem nagyon-nagyon-nagyon szeretném pozitívan befejezni ezt a videót. Nem látok túl sok jövőt ennek az úriembernek. Cáfoljon rám, és legyen egy sikeres Diós Győrt, mert az mindenkinek jó lenne. A létszám, a szurkolói lélekszám emelkedése a magyar bajnokság szempontjából is nagyon jó lenne egy erős Diós Győr, de ezzel a vezetéssel, ami itt folyik, én azt gondolom, hogy ez nincsen biztosítva. Nem látom a szakmai előrelépést, van egy nagyon szép központjuk. Évekkel ezelőtt ezeket a szavakat az általunk készített videóban, amit meg tudtok nézni, Sorsod Borsod alatt, az amigélekén.hu-val már szinte szó szerint hallottuk. És azóta sem történt semmi, tulajdonosváltás történt, edzők jöttek, mentek, de a koncepció nem lett meghatározva, és én azt gondolom, hogy azóta is, hát nem használom azt a szót, hogy arcul vannak köpve a szurkolók, inkább az van, hogy most el lett előttük rázva megint egy olyan szép piros-fehér lepel, ami mögé bebújtatták a Diós Győrt, és ebből nem tud kijönni. Én nem látom biztosítva azt, hogy az utánpótlás játékosaik tudják majd hozni azt a színvonalat, hogy akárcsak a középmezőnyben is megkapaszkodjanak, az pedig megint majd konfliktusokhoz fog vezetni, hogyha nem a fiatalok lesznek játszatva. Tehát én azt gondolom, az egésznek a konklúziója az, hogy a magyar labdarúgásnak a legnagyobb károkat azok okozták, akik az utánpótlás munkát nem végezték el, és nem idézőjelesen termeltek ki olyan játékosokat, akik szinte azonnal bevethetők az első keretnél. Nem nemzetközi szintről beszéltem, csak a magyar szintről. Hát ennyi lett volna, attól függetlenül kívánom a legjobbakat. Legyen jó Diós Győr, legyen színvonalas, emelkedjen a magyar bajnokság színvonala, de innentől kezdve csak a Ferencváros a mai estén és holnap is. Sziasztok!